Jó estét kívánok! Ma este a levegő szennyezettségéről, azaz a smogról fogunk beszélgetni Halász János vegyésszel, nyugalmazott egyetemi tanárral, aki emellett persze még környezetvédelmmel kapcsolatos tárgyakat oktat az egyetemen, tehát nem vonult teljesen nyugdíjba, aktív ilyen tekintetben. Környezettudományos szempontból nézzük meg ezt a szomorú helyzetet, ami ma kialakult az egész országban. Kérdezőtársam Kovács András, a Dél-Magyarország újságírója lesz. Jó estét kívánok! A legfrissebb adatok szerint a légszennyezettség mennyisége az egészségügyi határérték százalékában meghatározva 134%-os Szegeden, Budapest egyes részein pedig meghaladja a 200%-ot. És elég régóta ilyen a levegő minősége. Ez egy rendkívüli helyzet? Hát ez abban a szempontból rendkívüli helyzet, hogy ez viszonylag hosszú ideig tart, de egyébként megszokott jelenség, egyfajta időjárási jelenség az úgynevezett hőmérséklet inverzióhoz kapcsolódik, amikor nincsen légmozgás, nincsen csapadék, és hát a levegőben gyakorlatilag mozdulatlan, és belekerülnek ezek a részecskék. Mind a ketten szerintem azt akarjuk kérdezni, hogy vajon mi a fő ok? A közlekedés, az ipar, a lakossági fűtés, vagy a már említett időjárás? Az időjárás az csak hozzájárul. Tehát az időjárás az azt jelenti, hogy ezek a szennyezések, amelyek egyébként körülbelül 50%-ban a közlekedésből, körülbelül 50%-ban a háztartási fűtésből származnak. Ezek folyamatosan keletkeznek a fűtési szezonban, a közlekedéskor, de hogyha van légmozgás, van csapadék, akkor természetesen ez a levegőből eltávozik, és akkor olyan különösebb problémát nem jelent. Tehát az időjárás az egy plusz tényező, ami ezt a jelenséget befolyásolja. 50%-ot említett, hogy a közlekedés, tehát a gépjárművek felelősek a károsanyag kibocsátásért. Az elmúlt másfél évben a Volkswagen botrány az nagyon átjárta a világot, ilyen komoly milliárdokat fizettek dollárba kártérítésnek. Itt valóban ilyen nehéz megoldani, lehet, hogy túl magas ez a határérték, amit megkövetelnek az autógyáraktól? Ez a határérték tényleg túl magas, és nehéz megoldani, tehát a probléma mindig az indításkor van, tehát ez az úgynevezett hidegindítás, amit gyakorlatilag nem lehet megoldani szennyezés nélkül. Tehát itt azt jelenti, hogy ilyenkor túl kell adagolni az üzemanyagot, amíg a motor fölmelegszik üzemi hőmérsékletre, addig azok a berendezések, amelyek eltávolítják a szennyeződést, nagyon visszafogottan működnek, tehát ez az alapvető probléma. Aztán persze, amikor elérik a üzemi hőmérsékletet, esetlegesen azt mondjuk, hogy olyan üzemi körülmények közé kerülnek, hogy autópályán egy egyenletes ütemmel, akkor szinte tökéletes a működésük, csak hát a városi közlekedés az úgy indul reggel, hogy mindenki egyszerre autóba ül, és akkor szépen hideg motort indít, ezt óriási mennyiségű, tehát viszonylag nagy mennyiségű részecske kibocsátást eredményez. És a lakossági fűtés hogy járul ehhez hozzá? 50%-ot tett erre az oldalára is a károkozóknak. Lakossági fűtésnél a gázfűtés ebből a szempontból egy jó megoldás, tehát ott részecske kibocsátás nincs, viszont a szilárd tüzelőanyagokkal, mondhatnánk azt, hogy a régi szilárd tüzelőanyagunk, a szénfűtés az már visszaszorult, de napjainkban jött a
fatüzelés. A fatüzelés mellett meg ott a különböző egyéb anyagoknak az égetése, a papír, esetlegesen a hulladék, a műanyag, ugyan ezek általában tiltva vannak, tehát ugye, hogy hulladékot kazánba égetni úgymond tilos, de hát ezt nem mindenki tartja be. És a fatüzelésnél viszont a hamu, ami keletkezik, a szervetlen maradék, ami szépen a füstgázzal el tud távozni a kéményen keresztül, az okozza ezt a szállóport. Számít az, hogy én is rásegítek fatüzeléssel a nappaliba, a kandallóba, rendes, száraz, három éve szállított akácfával. Ez, hogy úgy mondjam, kicsit kevésbé ártok itt a világnak, mint aki mindent oda rátesz a kandallóra? Jóval kevésbé természetesen. Tehát a tökéletes égéshez jó minőségű tüzelőanyag kell, és hogyha ugye nem jó minőségű a tüzelőanyag, akkor az égés tökéletlen. Tehát még a tökéletes égéskor is keletkezik szennyezés, de hogyha tökéletlen az égés, akkor emellett korom képződik, ami viszont rátesz még erre a szervetlen eredetű szállóporra. És nem tartozik a témához, de ez a fahamú gyönyörű, és a ónos esőnél nagyon szépen a járdát rendbe tette. Tehát az rendben van, persze, természetesen, úgyhogy ezzel nincsen semmi gond, úgyhogy meg a fahamúnak olyan értéke is van, hogy az a talajba kijuttatva annak a tápanyagtartalmát növeli, tehát a fahamú az egy értékes anyag, csak amikor a levegőbe kerül, ott jelent problémát, tehát az alapvető probléma a szemcse méret, tehát a részecskéknek a mérete, és nem maga az, hogy ez a fának a maradéka, hanem éppen a mérete. A legnagyobb baj ezzel a bizonyos szállóporral van, de ezekre a parányi részecskékre mindenféle vegyi anyagok is rárakódhatnak. Mit csinálnak ezek belünk a tüdőnkben például? Hát ezek, ugye a szállópor az a szemcseméretől függően jut el az ember szervezetének a különböző pontjaira, és minél kisebb a szemcseméret, annál inkább lejut a tüdőbe, tehát a nagy porszemcsék a felső légutakon megakadnak, ott különösebb problémát nem okoznak, mert eltávolíthatók. A kis szemcsék azok lejutnak a tüdőbe, és ott a tüdő hólyagocskákon, hogyha ezek savas komponenseket tartalmaznak, akkor savat képeznek, ami persze megtámadja. A szerves anyagok pedig hát különféle allergiás reakciókat indíthatnak el, hát ami allergiás reakciók rossz esetben elvezethetnek egyféle daganatos megbetegedések is. Azt hallom, hogy a gyógyszertárakban például az antihisztaminoknak a forgalma megnövekedett, éppen az allergiás reakciók akkor fokozódhattak. Igen, igen. Tehát ez egyértelmű, hogy ezek napjainkban ugye nem a pollen, hanem éppen ez a szállópor okoz ilyen hatásokat. Még egy picit autóznánk. Ma délutáni hír, hogy a főpolgármester Budapesten a délután 4-től ingyenesítette a tömegközlekedést azoknak a autótulajdonosoknak, akiknek 4-es vagy annál rosszabb környezetvédelmi besorolás autóik vannak, és érdekes, hogy azt mondja, hogy nem akarja mindenkinek megadni, hanem azt mondja, hogy csak akik ki vannak tiltva Budapestről, tehát nincs ingyen tömegközlekedés. Ezt milyen megoldásnak tartja? Tehát csak egy része származik abból a forrásból, hogy hogy ezeknél a gépjárműveknél nincsenek katalizátorok, vagy már elhasználtak régiek, tehát ez persze fokozottan, de ahogy úgy korábban volt szó róla, alapjába véve a hidegindítás. Tehát a hidegindítás az meg bármilyen környezeti fokozatú járműnél ugyanúgy hidegindítás, azt nem tudjuk elkerülni.
Mi a jövő útja, mit tehetünk? Vagy el kell tűrnünk ezt a helyzetet minden januárban, és be kell szereznünk a szájmaszkokat? Mi a megoldás? Hát az időjárás sajnos nem tudjuk befolyásolni. Tehát azt nem tudjuk megoldani, hogy ilyen hőmérséklet inverziós jelenségek ne lépjenek föl. A fűtés területén kellene változtatni, tehát az egyik lehetőség, hogy nem a fatüzelés talán, hanem a különböző hulladékokkal való tüzelésnek a visszaszorítása. És hát ugye azt mondhatnánk, hogy a távfűtés az egy jó megoldás, mert elvileg a távfűtési kazánoknál még különféle frissgáztisztítási lehetőségek is rendelkezésre állnának. Hát és a másik meg, hogy elektromos úton megoldani a fűtéseket, hát ennek a költségeit azért ismerjük, hogy ez mennyi. Az Energiahivatal korábbi elnök helyettese televíziónknak azt nyilatkozta, hogy a közlekedést át kellene állítani gázüzeműre, a fűtést pedig villamos üzemre. Hát a közlekedést is át lehetne állítani villamos üzemre, csak... Csak az túl nagy lépés lenne hát elsőre. Mennyi gépjárműben kellene kicserélni a robbanómotort elektromotorra? Tehát, hogyha az embernek a realitását megnézi, azért ez az így kapásból nem megy. Meg a teljesítmények, tehát a energiatárolások még nem tartanak ott, hogy ez megfelelő legyen. De a legnagyobb fék az energiatárolás, igen, ha egy ökrömnyi akkumulátorral bele tudnánk tenni egy 100 km-nyi villamos energiát, autóra elég, akkor igen, hát, felborul a világgazdaság az olaj miatt. Igen, tehát, igen, de hát az olaj miatt így is, tehát most az olajhelyzet az most nem annyira vészes, az olajnak az ára az jó. Mi sajtóban meg interneten nagyon szeretjük ezt a időkép térképet, ahol nagyon csúnya fekete foltokat rajzolunk mostanában, de aztán kicsit utána nézünk a dolgoknak, igazából Szeged nagyon csúnya, meg legközelebbi nagyváros, ahol Kecskemét nagyon csúnya, meg talán Békés Csaba, ahol mérik, és úgy nálunk összeér a folt, de én úgy gondolom, hogy középtájt azért nem hiszem, hogy ilyen nagy baj van, mint nálunk, meg a nagyvárosok közepén, ahol mérik. Mennyire lehet tiszta, a nagyvárosokban ez tényleg problémás. A mérőhálózat azért nem fed le mindent. Tehát ebbe azért van egy olyan, hogy ahonnan nincs adat, ott igazából nem tudjuk, hogy pontosan mik az értékek, tehát ez azért közre játszik abba. De ezek a nagyvárosokban önmagának a nagyvárosnak a felépítése, tehát egy nagyvárosban a légmozgás is lelassult, tehát ugye ott szóval próbáltak persze korábban is építészek úgy tervezni, hogy a légmozgás az egyes épületek között megvalósuljon, de azért ez nem sikerült tökéletesen, úgyhogy itt a lokális légmozgások azok jóval kisebbek, mint vidéki területeken. Úgyhogy. Egy utolsó kérdés, vége lesz egyszer a télnek, jön majd a nyár. A szállópor után nyáron megfölkészülhetünk, szintén a közlekedés miatt, a közlekedés károsanyag kibocsátása miatt az ózon koncentráció megnövekedésére, ami megint csak káros ránk nézve. Igen, tehát az a úgynevezett Los Angeles típusú, vagy fotokémiai smog, vagy oxidatív smog, ami elsősorban Kínára, meg a nagyvárosokra jellemző, tehát ott, ahol sokat süt a nap. Nálunk nem annyira jellemző, mert a nyári légmozgások azok sokkal intenzívebbek, tehát Magyarországra a fotokémiai smog nem jellemző, tehát egyelőre ettől itt nem nagyon kell tartanunk, talán Budapest az, ahol ez előfordulhat, de itt nem. Akkor egy viszonylagos jó hírrel zárhattuk a mai beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Nézőinknek köszönöm a figyelmet, szemközt lesz egy hét múlva is, akkor is a Dél-Magyarország egyik újságírójával kérdezzük majd vendégünket. Viszontlátásra!